A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 18-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először ellátogatunk az Emlékparki nyár programsorozatára, majd felfedezzük Heinrich Schliemannal Tróját. Ezt követően egy beszámolót láthatnak a Harmonia Albanensis templomi koncertsorozat első előadásáról, illetve egy gospel koncertről. Tartsanak velünk! Meleg Vilmos és Ószabó István nagyváradi művészek voltak az Emlékparki nyár programsorozatának vendégei. A két nagyváradi színművész a magyar költészet évszázadainak csodáit idézték meg. Megidézett költők címmel folytatódott a Pákozdi Katonai Emlékpark Emlékparki nyár programsorozata. A verses improvizációs est vendégei Nagyváradról érkeztek, Ószabó István Jászai Mari díjas színművész és Meleg Vilmos Külhoni Magyarságért díjas színművész közreműködésével, a Petőfi emlékéhez kapcsolódva Petőfi Sándor, Ady Endre, Fazekas Mihály, Arany János, Sinka István, József Attila, Babics Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Sajó Sándor, Gábor Ferenc, Szilágyi Domokos, Orsa Albert és Kányádi Sándor műveiből adtak válogatást. Az indítatás tulajdonképpen Aranyos Karcsi barátomtól jön, aki itt a Honvéd Együttes igazgatójaként ismertem meg évtizedekkel ezelőtt, és sok közös tevékenységünk volt Nagyváradon és Budapesten is, és másfele is, és ő jött azzal a gondolattal, hogy egy ilyen vers párbajt, vagy nevezzük párbeszédnek hozzunk létre Ószabó Istvánnal, akit szintén évtizedek óta ismerek és jó barátomnak érzek, és hát örömmel állok elébe, hiszen azt el kell mondanom, hogy hasonlót valamikor Sinkovics Imrével Nagyváradon, hiszen ő gyakori vendégünk volt a rendszerváltás után a 1990 és 90-es évek elején, úgy a püspökségnek, mint a színháznak, és az estéken, mikor leültünk társasággal, színészekkel, és nem csak, akkor verseket sokat mondtunk, és úgy egyik követte a másikat, egyikből a másik, és legutóbb 2009-ben viszont Bánffy Gyuri bácsival Kisvárdán, ő akkor Tőkés László díjat kapott, és a díj átadáson általában ott szoktam lenni, én is egy-két verssel mindig jelen vagyok, majdnem mindeniken ott voltam az elmúlt évtizedekben, és akkor is ott voltam, és akkor utána egy a közös est keretében, ez csak magunk és a társaság szórakoztatására keftelésből, és nagyon izgalmasan, hiszen mit is mond az ember, nincs előre eltervezve, mint hogy most sincs eltervezve tulajdonképpen, hogy Istvánnal mit váltogatunk, mert a téma jó, az nagyjából költőket megbeszéltük, hogy kik jöhetnek szóba, de nem szegeztük még le, hogy is jön egymás után, úgyhogy nagy kihívás elé állok, és nagyon várom, izgalmas a dolog, szeretem az ilyen kihívásokat. Ószabó István Jászai Mari díjas színművész számára is nagy kihívást és megerősítést hozott a költői est gondolata, hiszen egy olyan válogatást sikerült létrehozniuk, amely a Kárpát-medence minden szegletében értő fülekre talál az irodalomkedvelők körében. Az ötlet nem tőlem származik, nekem Aranyos Károly barátunk mondta, említette, hogy szeretné, ha lenne egy ilyen jellegű műsor, és hogy közreműködjek, illetve szerepeljek benne. Tehát lényegében, de ez benne volt már a levegőbe évek óta, hogy ilyen jellegű műsorokat csinálgatunk, tehát igaziból nincs benne újszerű, vagy nagyon-nagyon meglepő. Ebben a felállásban, hogy Vilivel, Meleg Vilmossal ketten csináljunk egy ilyen költészetből álló, vagy költészetre épülő előadói valamilyen kis estfélét,
ez benne újszerű, mert ilyen még nem volt. Ez a legnagyobb kihívás ilyenkor, hogy az ember mit is vegyen elő, mert ugye repertoáron hát elég sok minden összegyűlt évtizedek alatt. Én magam is küzdöttem a dologgal, de aztán oda jutottam, hogy hát van nekünk katona, hősünk is, költők, hogy Aranynak a toldia, az egy olyan költemény, ugye ott az egy három részes, hogy tökéletesen számomra Arany a legnagyobb drámaíró, ráadásul nem csak költőként, mint magyar költő. Tehát olyan gyönyörűségesen leírja a fiatal Toldytól kezdve az öreg Toldynak a haláláig ezt az egész történetet, amiben Toldynak a hazához, a barátsághoz, egyáltalán a becsület, a tisztesség, ugyanakkor egy szenvedélyes, indulatos ember. Ez egy nagyon érdekes figura, és hát gondoltam, hogy ezen a vonalon végig menve néhány arcát megmutatom Toldynak. Találkozni a magyar irodalom nagyjaival kivételes élményt jelentett a közönségnek is. Olyan méltóságot és szeretetet élhettek meg, ami mindenképpen megerősítést jelent minden versbarátnak. A Szent István Király Múzeum díszudvarán mutatták be Matuz János Líman Trója című darabját. A darab szereplői Keller János és Horváth János Trója felfedezéseik követik nyomon Heinrich Schliemann kalandos életét. Megrendülve állok önök előtt. Nem titkolom szív dobogásomat. Félek, hogy én leszek a példája annak, hogy az öröm is lehet végzetes, nem csak a gyász. Valósággal letaglózott a hír, amikor ez év januárjában hírül vettem, hogy Berlin városának nagy tiszteletű szenátusa úgy határozott, hogy az 1881. évben díszpolgári címmel az én erőfeszítéseimet jutalmazza. A Szent István Király Múzeum díszudvarában Matuz János rendezésében mutatták be a Schliemann Trója című darabot, amely a dúsgazdag mágnás és amatőr régész életútját kíséri végig, aki beteljesítette gyermekkori álmát, és 250 évvel ezelőtt Homérosz leírását követve megtalálta Trója helyét a kis-ázsiai Hisárlik dombján. Olyan pillanat ez, amely megállt parancsol a hétköznapi rohanásban, és alkalmat ad arra, hogy megvizsgáljuk. Fáradozásaink eredményeiként. Vajon ment-e előre a világ? Sokan úgy tekintenek rám, mint a világ legszerencsésebb emberére. Én magam is úgy hiszem, hogy a mindenható atya engem a tenyerén hordozott. Nem. Ez így nem fontos. Inkább úgy mondanám, ő életem számos fordulópontján a tovább lépéshez szükséges eltökéltséget adta. Gyerekkori vágy és éményem, hogy egy Schliemann nevű amatőr ekkora világ szenzációs dolgot a saját erejéből képes kiásni és közkincsé tenni. És a darab ötlete az úgy volt, hogy rögtön az ötlet mellett két név pattant ki. Keller János és Horváth János. És akkor az a három János estje, ezt így gondoltam. Tehát eleve tudtam azt, hogy a Kellernek fogom írni, és tudtam azt, hogy nagyon magas szintű zene fog alatta szólni. Tehát a keresés ösztönösségét és az improvizatív jazz parttalanságát használtam eleve írás közben is. Nagyon fontos kérdés ez az életút. Hogy lehet úgy felépíteni, hogy aztán minden színházrajongó tudomásul vegye, hogy milyen sokat köszönhetünk Schliemannak? Ennek az embernek két élete van. Az első élet az egy pikareszk kalandregény, amikor egy halálra ítélt 19 éves árva Szatócsból végül is a világ egyik legnagyobb kereskedője lesz, a Rothschild bankházzal egyenértékű nagyságú kereskedőházat hoz létre nagyjából 10 év alatt. A második, ez egy sikertörténet. A második, amikor ez a kőgazdag mágnás elkezdi megélni az álmait, és elkezdi mindenki ellen
ellenére megkeresni Tróját, és tulajdonképpen az addigi sikeres élet egy rémálommá válik, mert kudarcot kudarcra halmoz, és az a fantasztikus benne, hogy amikor 3 év reménytelen kutatás végén kitűzi azt a napot, amikor kénytelen szembesülni azzal, hogy nem találta meg, és minden fölösleges volt, a legutolsó napon, napközben megtalálja Tróját. Ez akkora katarzis az előadás során, ami nagyon ritka lehetőség a színpadon, és én ezt a kettős életet szerettem volna a színpadon egyetlen egy ember játékával bemutatni, egy végtelenül puritán színpadon, mert tulajdonképpen az egész előadást lejártuk egyetlen egy stokival, hokedlivel, meg egy csákánnyal. Engedje, hogy meghalljak! Biztos voltam benne, hogy nem élhetem túl az utat. De miért is élném? Mit csinálhatnék én Venezuelában, ahol a vitorlamester elmondása szerint majmok sétálnak az utcákon, cilinderben és frakban? Uram, elvittél magaddal Hamburgba, megtartottál a hosszú úton, nem lankadtál szeretni engem. Miattad láthattam a tengert, most is látom, itt hullámzik alattam. A monodráma címszerepét alakító Keller János számára kivételes lehetőség és kihívás ezt a múltba néző, de a jelennek és a jövőnek is sorsfordító tanulságokkal szolgáló darab, hiszen a megannyi embert, sorsfordító időszakot megélő Schliemann kutatásai teljesen megváltoztatták az ókorról alkotott képet, aki a semmiből teremtett új világot. Kerestem a helyet, ahol el kell kezdenem ásni. Főként a török fennhatóság alatt álló Bunárbássi és Hiszállyk környékén nézelődtem, ahol az egykori Trója városa állhatott. Már ha állt egyáltalán valahol. Természetesen nagyon örültem neki, amikor Matúz János rendezőíró felkért arra, hogy Schliemann szerepét játszam el. Először természetesen nagyon örültem, és aztán amikor megkaptam a szövegkönyvet, ami több mint 30 oldal, akkor egy pillanatra megijedtem, hogy 30 oldal egyedül a színpadon. Ugye eddig a pályámon zenés esteim voltak már önálló produkcióként, de prózai szerepem még nem volt. Nagyon sok kétszereplős darabban játszottam, de azért az mégis más, amikor az ember mellett van egy partner. Ugye most is van egy partnerem, egy kiváló zeneművész, Horváth János, de prózában egyedül én beszélek. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy hosszú volt a tanulási időszak. Tehát ugye most július elején van a bemutató, és hát májusban el kellett kezdenem foglalkozni és tanulni a szerepet. Most már boldog vagyok, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, hiszen majd láthatják a kedves nézők, hogy színészileg ez egy óriási lehetőség. Schliemann 7 éves korában álmodott egy nagyot, hogy megkeresi Tróját. Igazából senki nem bízott benne, a családja sem, főleg az apja, aki egyáltalán nem hitt ebben, és hát végül is 51 éves korában megtalálta. Természetesen a személye ugye a történelemben eléggé vitatott, nagyon sokan dilettánsnak tartják a mai napig, valakik csodálják az ő munkásságát, lehet olvasni róla ezt is, azt is, természetesen utána olvastam az életének, nagyon hosszan kíváncsi voltam, hogy milyen az ő személyisége. Természetesen a próbák alatt Matúz Jánossal rengeteget beszélgettünk róla, és elemeztük a különböző helyzeteket. Én azt gondolom, hogy egy igazi emberi történet. Ha csak azt a részét emelem ki, hogy valóban érdemes álmodni nagyot az életünkben, hiszen az az álom az elérhető. De hogyha véletlenül nem is érjük el az álmainkat, azt gondolom, hogy az oda vezető út az mindenképpen tanulságos. És a darab végén elhangzik az a mondat, hogy mindig van az életünkben egy száldeszka, amiben kapaszkodhatunk, hogyha ezt a mondatot meghalljuk, akkor bármilyen nehézség jöhet az életünkbe, azt gondolom, hogy mindig van remény arra, hogy tovább és tovább éljük az életünket. Németországban minden számottevő német tudós azt vallotta, hogyha létezett, akkor Trózt, azaz Trója, a tengertől távolabb Bunárbássi lehetett. Egy kicsiny helyőrség, amit Homérosz csapongó képzelete festett pompás királyi várossá. Horváth János zongoraművész, a Hangszíntér Művészeti Iskola tanszékvezető zongora és zeneelmélet tanára is láthatóan lubickolt és élt a lehetőséggel, kivételes dallamvilággal járult hozzá a darab történetének megéléséhez, megértéséhez. És akkor váratlanul megszólalt a szívem. Őrült erővel kezdett el verni.
következő pillanatban kiszaladt belőlem az erő. Egy várfal csúcsai, ez nyilvánvaló, teremtő Isten. Matúz János zeneileg egyébként egy nagyon-nagyon művelt rendező. Megmondom őszintén, egy pozitív csalódás is volt ilyen szempontból, tehát rengeteg zenei ötlettel állt elő, mielőtt elkezdtünk volna próbálni. A darab folyamán rengeteget improvizálok is, Keller János mozzanataira, hangsúlyaira, lendületére, de mindenképpen fontos megemlítem, hogy nagyon-nagyon a darabhoz illő zenei anyagot választott ki Matúz János a klasszikus zenei irodalomból. Felhangzik, felcsendül Erik Satie és Mussorgszkynak is különböző kompozíciója és kompozíciója a darab folyamán, és ezeket improvizatív módon kell eljátszanom, ahogy éppen Keller János játszik. Úgyhogy meglehetősen izgalmas számomra ez az egész zenei aláfestés a darab alá, vagy inkább zenei kíséret, mert úgy érzem, hogy ez egy nem is feltétlenül egyszereplős, hanem ez egy kétszereplős darab, csak én nem szólalok meg, csak a hangszeremen és ezzel próbálom a darabot alátámasztani és indokolni azokat a történéseket, amiket zeneileg indokolni lehet. Már egyre előbbre törtünk a körítőfal mellett. Egyre nagyobb részét felfedeztük, amikor a régi ház tőszomszédságában, a kaputól nem messze, észak-kelet felé, 8-9 méter mélységben, egy igen sajátos formátumú nagy résztárgyba ütköztem, amely annál is inkább magára vonta a figyelmemet, mint hogyha aranycsillogását láttam volna mögötte. Matúz János darabja teli találat annak tükrében is, hogy Schliemann kutatásai teljesen megváltoztatták az ókorról alkotott képet, könyvei és cikkei elsőként népszerűsítették a régészetet, felfedezései állandó izgalomban tartották a közvéleményt. Ne hidd, hogy nem lehet, ne hidd, hogy egyre megy, ne hidd, hogy túl késő az utolsó szó, nem a végső. Ne mondd, hogy menni kell, messzire futni el, ami van, mit se ér, sodorjon messze az éjfél. Egy távoli hang, egy halk susogás, a szív nem elég még. Van oda bent egy szék, ami vár, egy szék, ami vár rá. Idén is folytatódik a Harmonia Albensis, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar templomi hangversenysorozata. A Szent Imre templomban David Lang művét mutatták be az Ars Oratoria kamarakórus előadásában Pad Zoltán vezényletével. A Harmonia Albensis 2023-as templomi hangversenysorozata nyitóestjének műsora az angol száz kórusszene kimeríthetetlenül gazdag repertoárjából válogatott. A Szent Imre templomban az Ars Oratoria kórus előadásában Pad Zoltán vezényletével a kortárs amerikai zeneszerző David Lang nagyszabású kompozíciója, a Kis gyufaárus lány passió dallamai csendültek fel. Az utóbbi 20-30 év, vagyis az utóbbi évtizedek zenei termésének, kortárs zenei termésének az egyik nagyon nagyon jó szürete, vagy nagyon-nagyon jó terméke. Nem kizárólag az én ötletem volt, mivel majdnem két és fél évvel ezelőtt, amikor Székesfehérvárra kerültem az Alba Regia Szimfonikus Zenekarhoz, akkor az első megbeszélésünknek körülbelül a második percében Pad Zoltán karnaggyal, az Ars Oratoria kórus vezetőjével szóba került ez a darab, és kiderült, hogy mind a ketten nagyon szeretjük ezt a darabot, nagyon szeretjük David Langnak a zenéjét, és én akkor elhatároztam, hogy 6. haszakad én szeretném elérni, hogy ez a Székesfehérvár
székesfehérváriak is hallhassák, hogy ez eljusson Székesfehérvár és ez a darab. Ez nem volt olyan egyszerű, ennek egy hosszú útja volt, de hát azért annyira nem hosszú, mert most itt vagyunk, meg kellett hozzá szerezni a pályázati pénzeket, a feltételeket, azért egy kortárs műnek a bemutatása, különösen egy vokális kórusszenének, azért nagyon kényes és igényes, és sok időt és sok munkát igényel, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez ma megtörténik. David Lang 2007-ben komponálta Andersen népszerű meséinek nyomán a kis gyufaárus lány passiót, amelyet az ősbemutatón a Theatre of Voice énekegyüttes először a Carnegie Hallban adott elő hatalmas közönség és kritikai sikerrel, amelyet a Pulitzer és Grammy díjak erősítettek meg. David Lang előadását 2019-ben a 21. század legfontosabb klasszikus zenei kompozíciói közé sorolták a szakírók. Van egy mese. Egy Andersen mese, a kis gyufaárus lány, amit azt hiszem mindenki ismer. Most ezt bővítette ki a szerző a saját reflexióival, és pont ugyanúgy tette, mint Bach tette a Máté Passió esetében, hogy a szenvedés történetet korhálokkal, áriákkal, turbákkal fűszerezve írta meg, és ugyanezt a mesét egészítette ki David Lang a saját kommentárjaival, és ettől igazán különleges lesz, és nagyon is felnőtteknek is szóló egész estés út tulajdonképpen. Miként bukkantál rá? Bevallom, hogy ennek most egy különleges felfedezés volt, mert Paul Hillier, aki a darabot bemutatta, ő nekem személyesen nagyon jóban vagyunk, többször is találkozunk időnként, amikor tehetjük, és ő a legendás együtteseknek az atya tulajdonképpen, és követem a munkásságát, hogy mikor, mit, hol mutat be, és erre a darabra úgy akadtam rá, hogy ő ezt annak idején ő mutatta be a szerzővel együtt. A kórus, az Ars Oratorica Lubitzkol ebben? Az Ars Oratoria nagyon szereti ezt a programot, mert egyrészt nem csak mint kórus énekes van feladat, vagy nem csak mint énekes, hanem ennél sokkal sokrétűbb a feladatuk, ugyanis szinte mindenki kezében lesz majd egy ütőhangszer is, és ez egyfajta teljesen komplex zeneiséget feltételez, hogy valaki ebben ezt a darabot elő tudja adni. Úgyhogy kiderült számomra is, bár eddig is sejtettem, hogy nagyon sok színű és sok tehetségű kollégákkal vagyok körülvéve. A Harmonia Albensis következő koncertje az Öröm zenéje címmel népszerű klasszikus átiratokat mutat be július 13-án a Ciszterci templomban az Ewald Részfúvós együttes előadásában. A keresztény könnyűzenei kultúra gospel három kiváló magyar zenekara koncertezett a Bartók Béla téren. A Zenit Music Group, az Odatesz és Tibes zenéje teltházat vonzott a térre. A boldogságnak hol a nyitja, valaki a pénzét sokasítja, ahogy rákattansz a dopaminra, áttész fűről a dopa. Mondj csak, hol a minta, üres a pohar, de már sokat inta, de azt mondod, hogy a csoda ritka, Jézus meg azt, amit hol a szíra. A Hír gyülekezete szervezésében három gospelt, illetve a gospel stílusból fakadó zenét játszó fiatal zenekar lépett fel a Bartók Béla téren. A koncert főszervezője a rep egyik hazai kiválósága, Csaba Tibor Tibes, örömmel fogadta a felkérést, és megnyert a jó ügynek két népszerű csapatot maga mellé. Tibes a hazai rep egyik nagy ágyúja mellett, a teltháza zenebarát közönség a fiatalokból álló Odatesz, illetve a Zenit Music Group ízig-vérig mai szerzeményeit is meghallgathatta. A rendezvénynek a szervezője most a helyi híd gyülekezete Székesfehérváron, Grósz Istvánnak, a pásztornak tulajdonképpen a felkérése nyomán jöttem én ide egyrésztről zenekarként is, másrésztről pedig mint a rendezvénynek a házigazdája, és kaptam egy olyan nagy
egyfokú szabadságot is, hogy tulajdonképpen a többi zenekart pedig én hívhattam meg, és így került az Odatesz is, illetve a Zenit Music Group is színpadra. Igazából a közös bennünk az, ami a rendezvény kapcsán is ugye említve van, hogy ez egy ilyen ifjúsági gospeles, tehát ami a zenei közös nevező az tulajdonképpen a hitünk meg az értékrendünk, viszont maga a szószoros értelme vett zenei stílus, ugye itt lesznek jazzes, funkos előadások, én pedig rappet fogok képviselni, egy ilyen új vonalas hip-hopot tulajdonképpen. Nincs bírom a tegnaptól, kivár az úr, aztán erre az jól, tudom, nem vagy jól, és már nem is teszel, hogyha önzően álmodsz a szemnapról. Egy kicsit beszéljünk a te csapatodról, hiszen ez különleges, hogy az indítatás a gospel, és ezt meg annyi zenei stílus ötvözitek. Igen, Amerikában egyébként ez már teljesen elfogadott, hogy hip-hopot is tulajdonképpen már gospelesítettek. Magyarországon ennek még nincsen akkora tere, én ebbe próbálok most egy ilyen valamelyest úttörő szerepkört betölteni, azért voltak előttem olyan nagy nevek, mint a Pajor Tamás például, de az elmúlt közel 10-15 évben nem feltétlenül volt ez a stílus annyira jelen a magyar zenei életben, és nekem külön öröm az, hogy már a rádió is játszik tulajdonképpen, a Petőfi Rádió, és tényleg egyre több ilyen koncert lehet. Is van. A vágyak-e húzták a szívet, testvéri könnyen megnyitod a vokát. A metaverzóban a valóságon nem változtat. Soha mégis a mélyen szempák meg én zárkóztat. Az Odatesz zenekar is azt a stílus képviseli, amely a gospelből építkezve a keresztény zeneiséget és szöveget ötvözi a rappel, teszi ezt komoly gondolatokkal felvértezett szövegekkel. 6 évesen találkoztam először a rap zenei műfajjal, engem azóta az megragadott, én 12 éves koromban kezdtem el rap szövegeket írni, és igazából onnantól nekem ez úgy adott volt, hogy folyamatosan írom a szövegeket, mindig éreztem ikletettséget arra, hogy miről írjak, szerettem volna megragadni az embereket, szerettem volna motiválni őket egy tisztább, jobb életvitel fele, főleg úgy gondolom elég fontos ebbe a mai világban fiataloknak beszélni ezekről a dolgokról, és ilyen módon találtam meg azt a kettő dolgot, az a szövegírást és a zenei műfajt a rap zeneírásba és a rap zenéknek a készítésével, hogy egy elég szövegorientált műfajnak találtam, és ugye ennek függvényében összeálltunk egy zenekarral, és igazából teljesen most már úgymond két zenekarként tudunk felállni ebben a műfajba. A Zenit Music Group dallamvilága és sok stílus ötvözete, a fiatalok alkotta csapat egyedi hangzásvilága és gondolatai hitelesen mutatják meg korosztályuk dilemmáit. Teljesen szabadon jött nekünk, nem volt egy külön keresgélés vagy valami, hanem én meg a legjobb barátom, a Pálhegyi Ármin, akivel alapítottuk ezt a zenekart. Ezt a zenét szeretjük hallgatni is, és ezt kezdtük el játszani, amikor elkezdtük ezeket a dalokat írni, és így alakult ez a ilyen jazzes, funkos, de közben meg poppos, igazából bűfaj. Mit hallunk ma tőletek? Hát tőlünk ma hallhatóak azok a dalok, amiket eddig fölraktunk ezekre a zene megosztókra, mivel mi egy elég új zenekar vagyunk, ezért még csak pár számunk van fenn elérhetően, viszont hoztunk új dalokat is, és reméljük, hogy eljön az eddigi közönségünk, és hogy majd ezekkel majd újakat is be tudunk vonzani. A koncert teltháza ismét megerősítette, fontos, hogy a rendhagyó zenei stílust képviselő együttesek is teret kapjanak, és dalaikkal közvetítsék rendhagyó, de nagyon is valóságos gondolataikat a világról. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.